Talán hallottatok már ti is a balatoni vendéglátósról. Hát ő az, aki egy nyár alatt akar meggazdagodni, aki halálra dolgoztatja a kollégáit bejelentés nélkül, szabadnap nélkül, 12, 14, 16 órában, aki luxusautóval jár, és aki egzotikus helyeken nyaral. Tóth Balázs vagyok, balatoni vendéglátós. De ne rohanjunk ennyire előre. Budapesten nőttem föl, és szüleimnek hála nagyon sokat nyaraltam a Balatonnál, Balatonszárszón, Balatonkenesén és itt Balatonfüreden is. Majd akkor kezdődött az igazi baj, amikor 11 évesen beirattak ide Balatonfüredre egy vitorlástáborba, ahol végérvényesen beleszerettem a tóba, a Balatonba és a vitorlázásba. Aztán amint lehetett, 18 éves koromban megcsináltam a vitorlás jogosítványt, és a főiskolás évek alatt abból éltem, hogy vitorlástúrákat szerveztem. Körülbelül 70 napokat voltam vizen, nagyon-nagyon imádtam azt az időszakot. Majd a főiskola elvégzése után marketing kommunikációval, illetve rendezvényszervezéssel kezdtem foglalkozni, és rájöttem arra, hogy a szakmának óriási előnye az, hogy nyáron a szabadságolások miatt nincsen annyi munka. Leköltöztem hát Balatonlellére egy kis 22 lábas vitorláshajóra. Nagyon boldog évek voltak, tulajdonképpen áprilistól októberig ott éltem a hajón, és édesapám halála után anyu rájött arra, hogy ha látni akar, neki is le kell jönni Balatonlellére, úgyhogy márciusban lefoglaltunk egy kedves kis apartmant, ki is fizettük azt jó előre, és anyu meg is érkezett augusztus 20-án. Nagy volt az öröm, együtt a család, mindenki boldog, majd 3 nap múlva anyu a kis cekkereivel elém állt, és azt mondta, hogy hát fiam, kiraktak az apartmanból. Nem nagyon értettem, mi történt, számon kértem hát az apartmant üzemeltető hölgyet, hogy vajon miért kell anyunak az előre kifizetett és lefoglalt apartmant elhagynia, amikor is ő közölte, hogy német turisták jönnek, ő nem tud ezzel mit tenni. Én anyatigrisként próbáltam védeni anyut, nagyon csúnyán összevesztünk, és elhagyta az a mondat a számat, hogy így vendéglátást, ahogy te, még a kutyám is tud csinálni. Hát ő nyilván kézzel-lábbal tiltakozott az állításom ellen, óriás veszekedés lett, aminek a vége az lett, hogy egy konstruktív vitába szállt át ez a beszélgetés, és novemberre átvettük tőle az éttermet és a hozzátartozó 4 apartmant. Ennek 13 éve. Mára 3 étterem, közel 80 apartman, egy kikötő, egy delikát üzlet és egy mosoda tartozik hozzánk. Éven át 70 embernek adunk munkát. Tehát ott álltunk 2009-ben egy étteremmel, amiről azt sem tudtuk, hogy eszik, isszák, mit kell vele csinálni. Egész télen azzal töltöttük az időt a feleségemmel, hogy Európa szerte jártuk a vendéglátóipari egységeket, és próbáltunk inspirálódni, próbáltunk ötleteket szerezni, és nagyon-nagyon hamar rájöttünk arra, hogy mi a baj a Balatonnal. A Balaton legnagyobb rákfenéje a szezonalitás. Egész egyszerűen el kellene tudni rugaszkodni a lángos nyár strandszavak hármasától, ugyanis sokkal többet érdemel ennél ez a tó. A Balatonnál 100-szor rosszabb adottságú tavaknál jártunk Európa szerte, ahol egész évben szezon van. Mi mégsem tudunk élni a lehetőségeinkkel. Nagyon hamar elkezdtünk olyan dolgokban, olyan programokban gondolkodni, hogy mivel tudjuk egy kicsit népszerűsíteni szeretett tavunkat, és az elején olyan bolond ötletektől sem riadtunk vissza, mint például az elefántfürdetés. Megkerestem a Nemzeti Cirkusz igazgatóját, ifjabb Richter Józsefet, és az esélytelenek teljes nyugalmával megkérdeztem, hogy nem akarjuk-e az elefántjaikat levinni, fürdeni a Balatonra. Én lepődtem meg a legjobban, amikor azt mondta, hogy de jó ötlet, mikor. Ebből Lellén hagyományá vált az elefántfürdetés, és minden évben, amikor a cirkuszok éjszakáját megrendezték, akkor levittük az elefántokat fürdeni a tóra. Egyébként ezt ők is élvezték, mielőtt az állatvédők itt megtámadnának. Aztán a bolond ötletek sorában még merészebbek lettünk, és elkezdtünk egy sporteseményt szervezni, egy fóka és egy olimpiai bajnok úszó között. A próba nagyon jól sikerült, a fóka nagyon jól viselkedett a Balatonba, de egy balatoni vihar a versenyt sajnos elmosta.
úgyhogy a verseny végül nem valósult meg. Aztán YouTube-on megjelent egy videó, a világhírű zongorista Péter Bence Despacito feldolgozásával, ami valami elképesztő elérést ért el, és én tátott szájjal néztem a monitort, és azt mondtam, hogy már pedig ezzel az emberrel nekem dolgom van. Írtam neki hát egy levelet, amiben felvetettem neki, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy Balaton népszerűsítő videoklippet, felültetnénk őt egy vitorláshajóra, teljesen egyedül, a Balaton közepén, így sem nagyon bíztam a pozitív reakcióban, de legnagyobb meglepetésemre kaptam egy választ, hogy a részleteket a menedzserével beszéljem meg. És egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy forog a klip. Egyébként ennek a videónak is óriási elérése lett, mind a YouTube-on, mind a Facebookon. Aztán egy picit komolyabb projektek irányába kezdtünk nézni. Van nekünk egy kattanásunk a feleségemmel, hát van, aki bélyeget gyűjt, van, aki szalvétákat gyűjt, mi karácsonyi vásárokat látogatunk. A rekordunk az 3 hét alatt 8 országban 52 darab vásár. Mindenhonnan hoztunk haza egy kis ötletet, mindegyikben volt valami olyan szerethető dolog, amire mi azt mondtuk, hogy szeretnénk megvalósítani. Ezek után megcsináltuk a saját kis karácsonyi vásárunkat Balatonlellén. Na ez volt az a pont, ahol elkezdtem azt érezni, hogy engem teljesen bolondnak néznek. Tehát mindenki azzal jött oda, hogy mit akarok én a téli Balatonon. Hát ott nincs semmi, ott nem lehet semmit csinálni. Ott bármit kitalálsz, oda nem mennek emberek. Karácsonyi vásárra lejött a Balatonlelli önkormányzat turisztikai referense, beszélgettünk erről a helyzetről, és hát ő elkezdett viccelődni, hogy nagyon szép ez a karácsonyi vásár, de hát ott a sarokban, ott még elférne egy műjégpálya. Ő viccelt. Én viszont komolyan vettem. Hétfőn meg is lett a megállapodás a céggel, aki letelepítette Balatonlellére a Balaton első műjégpályáját, amit azóta egyébként, talán ti is tudjátok, számtalan követett. Következő évben, amikor Szigliget is megnyitotta a Balatonparton a műjégpályáját, akkor nagyon sok újságíró megkeresett, hogy engem ez nem zavar-e. Ki akarták robbantani ezt a bombát, hogy hát micsoda skandalum, hogy itt műjégpálya épült a miénk után, és én ezt nem értettem ezt a kérdést, én mondtam nekik, hogy engem nemhogy zavar, hát engem ez erősít, engem ez motivál, én nagyon örülök, én annak örülnék, hogyha a Balaton minden pontján lenne egy műjégpálya, hisz mindig azt szoktam mondani, hogy a Balaton télen-nyáron menő. Aztán arra is rájöttünk, hogy azért némi igazság van abban, hogy engem teljesen hülyének néznek, tehát egyfajta rendezvényre olyan nagyon sok vendéget nem lehet elhívni, ám de ha több rendezvényt összegyúrunk, illetve több szereplőssé tesszük ezeket a rendezvényeket, akkor sokkal több emberhez tudunk eljutni. Így megalkottuk a Gastropiknik rendezvényt, aminek az volt a lényege, hogy a Balaton parton működő borászatokat, illetve éttermeket megpróbáltuk egy csokorba gyűjteni, és odahívni hozzánk Balatonlellére. És ez olyan nagyon jól sikerült, hogy idén már talán a 7. évadját fogja decemberben megélni a Gastropiknik. Ilyenkor mindig fellépőket hívunk, és tényleg a gasztronómiai élményeken túl van egy vitorlásverseny a kikötőben, van egy karácsonyi vásár, és akkor a több apróbb rendezvényből lehet egy nagyot gyúrni. Az én becsléseim szerint ilyenkor, ez egyébként december első hétvégén szokott lenni, egy ilyen 2-3 ezer ember fordul meg Balatonlellén, ami azt gondolom nem egy rossz szám. Aztán az egyik évben rájöttünk, hogy ami még előbbre viszi a mi munkánkat, ami a téli Balatonon még inspirálóbb és még inkább vonza a tömegeket, az az, ha befagy a Balaton. Elindult egy finn videó, amikor is kivágtak egy jégkörhintát valamilyen finn tójegén, és egyik délután unatkoztunk a kollégáimmal, mondtam, hogy vegyenek már elő egy láncfűrészt, próbáljuk ki. Vajon mi lehet ebből, hogyha mi is kivágjuk a magunk is jégkörhintáját? Hát az lett belőle, hogy aznap este 7 tévéhíradóban volt benne, hogy Balatonlellén jégkörhintát vágtak ki. Mi magunk sem hittünk a szemünknek és a fülünknek.
Majd mivel abban az évben, ugye ez 4 évvel ezelőtt volt, abban az évben nagyon hosszú ideig volt sportolásra alkalmas jég a Balatonon, közel 1 hónapig, ezért azt gondoltuk, hogy picit megpróbáljuk nagyobbra fújni még ezt a lufit. Megkerestem hát M-Tóth Zsolt világbajnok jégszobrászt, hogy mi lenne, ha kitalálnánk valamit. Hát ő kitalált valamit, azt mondta, hogy faragjunk ki a Balaton jegéből 4 méteres jégkacsát, hát én egy picit kisebbbe gondolkodtam. Ez egyébként Guinness rekord lett volna, ha lett volna az alatt az 1 hét alatti idő ezt bejelenteni és végigvinni a folyamatot, erre sajnos nem volt időnk, de a jégkacsa megépült, ugyanazon a hétvégén még egyszer kivágtuk természetesen a jégkörhintát, de akkor már a Balatonon több helyen volt jégkörhinta, és én nagyon boldog voltam, hogy ragadós az ötlet, és nem csak nálunk, hanem több helyen ugyanez az ötlet megvalósult. Aztán ugye nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy a Balaton az nem csak a tó, viszont a másik oldalról nézve a tónak a lehetőségeit érdemes lenne kihasználni még jobban. Az összes kikötő bezár novemberbe. Nem értem, hogy miért. Hát miért kell kivenni a hajókat a Balatonból, amikor az egyik kedves barátom hívta föl rá a figyelmemet, hogy a halakat se vesszük ki a Balatonból télre. És egyik évben az egy ilyen karácsony túránk alkalmával álltunk a Bódeni tó partján, és elkezdtük számolni a kikötőből kimenő hajókat, és 10-nél azt mondtam, hogy nincs értelme tovább számolni, ezt az ötletet visszük magunkkal, és megalkottuk a téli vitorlásverseny sorozatot, illetve először még csak egy szilveszteri regattát rendeztünk meg. Ennek idén lesz egyébként a 10 éves jubileuma, tehát idén jubilál a téli vitorlázása, téli vitorlás versenyzés a Balatonon. Abban az évben, december 30-án, este 7 és este 10 óra között egy nagyon romantikus telefonbeszélgetésem volt a vízirendészet alezredesével, aki próbált lebeszélni erről az ötletről, hogy nem biztos, hogy jó ötlet, hogyha mi kiengedünk több hajóval embereket a téli Balatonra, de hál' Istennek nem sikerült lebeszélnie, megszerveztük a versenyt. Azóta egy-egy téli versenyünkön akár 25-30 hajó is elindul, ami azt gondolom, hogy egy igen szép eredmény, és ahogy a képeken látszik, volt olyan versenyünk, ahol effektíve jégbe engedtük ki a hajókat, természetesen mindenféle olyan biztonsági előírást figyelembe véve, hogy ne történhessen baj, és ez inkább legyen egy pozitív emlék, mint hogy azzal kerüljünk a híradásokba, hogy itt valami probléma vagy baleset történt. Aztán én magam nem vagyok egy versenyző alkat, tehát az én fejemben a vitorlásversenyek úgy élnek, hogy ott mindenki kiabál, ideges, és Keszthelynél a kékszalagon 8 órát ülünk a bójától 10 méterre a semmiért, de én is szerettem volna részt venni ezekben a téli hajós programokban, úgyhogy kitaláltuk, hogy csináljunk egy vitorlás túrát, amit borzasztó frappánsan hidegen légiónak neveztünk el. És hát a hidegen légió is az évek során odáig fejlődött, hogy a tavalyi évben már abszolút kezdővitorlázók, hajóval nem rendelkező emberek, vad idegenek is csatlakoztak hozzánk. Ennek a túrának egyébként az volt a lényege, hogy megnézzük azt, hogyha egy őrült hajós, mint mi, fejébe veszi, hogy télen körbe túrázza a Balatont, akkor vajon hol talál olyan szolgáltatást, ami egyáltalán nyitva van, ahol kiszolgálják. Nem volt egyszerű feladat, de évről évre egyre több hely van nyitva, egyre több helyre tudunk menni, és nagyon jó hangulatú túrák szoktak ebből alakulni, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy figyelje a hidegen légi oldalát, és akár csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez. Szerintem mindenki föltette már azt a kérdést, nekem legalábbis mindenki fölteszi azt a kérdést, hogy hát jó, hát ez mind szépen hangzik, de amikor nincsenek ilyen különleges programok, akkor mit lehet csinálni a Balatonnál? Hál' Istennek bárki eddig az ismerőseim közül ellátogatott hozzánk, az 3 nap után úgy ment el még télen is, hogy Atya Úristen, hát itt még egy hétig is lehetett volna maradni. Ehhez hívtunk mi segítségül olyan eszközöket, mint például a Tekergő nevű elektromos kisbuszunk, aminek a feladata, hogy borászatokba, piacokra, a Boglári gömbkilátóba, vagy bármilyen olyan helyre szállítsa el tőlünk a vendégeket, akik nálunk megszállnak. De ugyanezt a célt szolgálja Lucy, aki a Balaton első egész évben működő hajójárata.
Képzeljük csak azt a programot, hogy valaki eljön Balatonlellére, bepakolja a bicikliét a hajóba, áthajózik vele Révfülöpre, onnan elbiciklizik a Káptalantóti piacra, ott eszik, iszik, vásárol, jól érzi magát, visszabiciklizik a Révfülöp kikötőbe, és visszahajózik Balatonlellére. Azt gondolom, hogy ennél komplexebb program nem kell a Balatonra. És hát az egyik olyan projektünk, amire én a legbüszkébb vagyok, az egy vízre épített látványszauna. Azon gondolkozunk, hogy hogyan tudjuk a Balatont még inkább fürödhetővé tenni. Amióta nekünk ez a szauna üzemel, azóta hál' Istennek minden nap fürödnek a Balatonban. Mellette persze korcsolyáznak is, tehát van egy ilyen kis kizofrén érzés, de nem szokott ebből probléma lenni. Aztán az utolsó projektünk, a legfiatalabb projektünk, azon gondolkoztunk a Covid alatt, hogy mit tudnánk csinálni, amivel egy picit azt tudjuk érezni, az egész ország bezárt, de mégis mi azt tudnánk érezni, hogy élünk, hogy nyitva vagyunk, hogy valamit alkotunk, valamit csinálunk. És egy péntek reggel a zuhanyba megálmodtam a BL Delikát ötletét. A BL Delikát az első olyan üzlet, hát nem csak a Balatonnál, de országosan is úgy tudom, ami csak és kizárólag régiós termékeket árul. 8 sajtosunk van, 3 kézműves pékkel dolgozunk együtt, lekvárok, szörpök és mindenféle olyan kizárólag környékbeli Balaton régiós kézműves terméket árulunk, ami hírét viszi annak, hogy a Balaton ugye télen-nyáron menő. Reméltem, hogy ezt már velem együtt mondjátok, de majd talán a végén ez is bekövetkezik. És hogy mire jó ez az egész? Tehát ez közgazdasági alapon, ez nem titok, nem működik. Ez csak elhivatottságból működik, ez csak úgy működik, hogy mi azt mondtuk, hogy oldjuk meg a munkaerő problémát, találjuk ki, hogy tudunk éven át nyitva lenni, ne nézzünk egy üres kikötőt, amiben hajók állnak. Ez arra jó, hogy a számok minket igazolnak. Ugyanis a Melikel diagramon nagyon jól látszik, mi Balatonlellén az éves idegenforgalmi adó bevétel 10%-át fizetjük be egymagunk. És ennek a 10%-nak, amit mi befizetünk, a 60%-a, és ez egy óriási szám, a nyári 3 hónapon kívül keletkezik. Tehát azt gondolom, hogy igenis itt az élő bizonyíték arra, hogy lehet a Balatonból egy egész éves desztináció. Igenis igaza van Balassa Balázsnak, Szigliget volt polgármesterének, aki anno azt mondta, hogy az a balatonparti település, aki nem látja be, hogy a Balaton 12 hónapos, az lehúzhatja a rolót. Ezzel szemben egy déli parti polgármester azt mondta az előző választásokor, hogy hát nálunk van téli Balaton, mert van óvoda is, meg van közvilágítás is. Érezzük ugye a különbséget. Hát szóval most már azt hiszem, tényleg mondhatjuk együtt, remélem, hogy a Balaton télen-nyáron menő. Úgyhogy Tóth Balázs vagyok, balatoni vendéglátós.